Kerestelek Armandóéknál, mert azt hittem, hogy ott vagy. Mindent elmondott. Ezt szeretném odaadni. Ajándék Diego-tól a kisfiának, és még azt is el kell mondanom, hogy szeret és látni akar titeket. És mit küldött neki? Nem tudom, nyisd ki és nézd meg. És légy szíves, ne mondd, hogy vigyem vissza. Nem, nem küldeném vissza, amit Diego fiának küld. Honey, szólj Olvidónak, hogy segítsen felszolgálni a vacsorát. Asszonyom, Olvidó nem tudja felszolgálni a vacsorát. Most meg mi baja annak a cselédnek? A kolléganő elment a háztól a gyerekével együtt, és vissza se jön. Mi? Diego, ajándékot küldött Digitónak. Na végre, az apának eszébe jutott a fia. Igen. Nagy nehezen, mi? Gyerünk, Olvidó, nyisd ki! Nem akartam megmondani, hogy miért, és én tiszteletben tartom a döntését. Akkor biztos valami nagyon rossz dolog történhetett vele, ha így döntött. Nem. Nem feltétlenül. Lehet, hogy csak úgy érezte, hogy elég volt neki ebből a házból, nem? Bocsássatok meg azért, amit most mondok, de pontosan úgy lépett le, ahogy az összes cseléd szokott. Még el sem nem köszönt. Igaz. Ez pofátlanság. Igen, és tőlem se. És meg se köszönte. És meg sem köszönte. Búcsúzzon el tőletek. Elnézést. A vacsora tálalva. Köszönjük, Eufrasia. Menjünk vacsorázni, fiam. Menjünk. Ó, igen, szerelmem. Az avokádó leves. Miféle borzasztó vicc ez? Ilyet nem szabad csinálni. Persze, hogy nem. Ez a Diego egy idióta, majd én Moresre tanítom őt. Ne, ne csúj! Nyugalom! Nem csinálhatja ezt veled! Ezt nem Diego csinálta. Sose lenne képes ilyesmire. Ez Irán és Doña Angustias keze nyoma. Biztos, hogy ők égették ki. Diego tudta nélkül, hogy lejárassák előttem. Délután megjön az összes bútor, a virágvázák, a dekoráció, talán elkészülünk. Jaj, de örülök neki. El sem hiszem, hogy holnap lesz a virágbolt megnyitója. Igen, és minden fantasztikus lesz. Jaj, köszönöm. Ezt az álmot közösen fogjuk elindítani. Mártita, tudod, hogy te leszel az én kedvenc eladóm, ezért ezennel rád bízom a bolt vezetését. Intézem. Bravo. Pancho, te fogsz felelni a számlákért. Jó. Jól be kell osztanod az idődet, hogy itt is dolgozz, de az állásod is megmaradjon a Balmaseda házban. Persze, nem gond szépségem, jó? Emiatt ne aggódj. Tökéletes. Hajrá, Pancho! És képzeljétek! Mit? Tácsó. Mi? Nekem is van valami? Igen, komoly. Neked is van valami. Na, akkor mondj. Még nem tudom hogyan, de veszek egy kis furgont, hogy a megrendelt virágokat házhoz is tudjuk szállítani a vevőknek, és te fogod vezetni azt a furgont, te leszel a sofőr. Ez jó, nem? Köszönöm! Nagyon rendes vagy, köszönöm szépen! Vigyázz, jól van, elnézést! Az vadonatúj, Tácsó! Bizonyám! Biztos, hogy a közös erőfeszítéseinknek meg lesz az eredménye, és jó fizetést tudok adni nektek. Jaj, Olvidó, az Isten áldjon meg! Figyelj, nagyon jó és szép dolgok jönnek, és meg is érdemled! Mind megérdemeljük. El sem hiszem. Van egy kisfiam, vannak barátaim és családom, akik szeretnek. Egészséges vagyok, és van egy nyitásra kész saját üzletem. Mindenem megvan. És? Ami nincs meg, azt majd megadja az Úr. Hm?
végre egy csodálatos és nyugodt nap. David nem megy el New Yorkba, az a suttyó sofőr barátja sem fog itt dolgozni, de a legjobb az egészben, hogy az a kibírhatatlan Olvidó eltűnt ebből a házból örökre. Nekem úgy tűnik, hogy David úrfi nem így gondolja, asszonyom. Hogy érted ezt? Mióta Olvidó elosont, mint egy tolvaj, mindenki láthatja, milyen bánatos a férje. Mi a baj? Nagyon csöndben vagy. Már meséltem neked az intelligens toronyról, de egy szót se szóltál rá. Történt valami? Nem, semmi. David, engem nem csapsz be. Miért lógatod ennyire az orrodat? Figyelj, már megmondtam, Diego. Szerelmes vagyok egy másik nőbe. Biztos ez? Biztos vagy benne? Na, tudtam én. Jól ismerlek, David. Tudtam, hogy valami nem stimmel. De ezt sohasem gondoltam volna. Már fáj a fejem. Annyit törtem, tudod? Na és elmondod végre, hogy hívják a nőt, akit szerzesz? Ha elmondom neki, a karjaiba küldöm Olvidót. De Diego szinte a testvérem, tudnia kell az igazat. Figyelj! Mi lenne, ha nem hangosan gondolkodnál? Hogy? Ha tényleg ki akarod törölni Diegót a fejedből és a szívedből, akkor esélyt kell adnod magadnak egy új szerelemre. David, egy szót sem szólsz. Ki az a nő, akibe szerelmes vagy? És hol találkoztatok? Mert az irodából egyenesen hazamész, otthonról meg egyenesen az irodába. Szóval halljuk. Pontosan ott, otthon. Mi? A házatokban? Nem már. Nem mondod, hogy beleszerettél egy lányba, aki nálatok dolgozik. És Roxana is anyát tud róla? Jaj, dehogy is. És igen. Szerelmes vagyok belé. Ne, David, én ezt nem hiszem el. Egyébként sem találkoztam vele. Na és hogy hívják? Gyerünk, mondd meg, mi a neve? Hallja már, mi ez a neve, kifélgemszeresek? Hogy vagy, David? Jól is, de. Jól. Mi újság? Jól. Nem zavarok, ugye? Nem, dehogy, egyáltalán. Úgy is épp indultam. Bent találkozunk. Jól van, David. Menj csak. Örülök, hogy láttalak. Igen, én is. Mi a helyzet? Te hogy vagy? Beszélnem kell veled. Igen, hallgatlak. Odaadtad a videónak, amit küldtem a fiamnak? Pont erről akarok beszélni. Mi történt? Igen, odaadtam neki, és meglehetősen örült az ajándéknak. Na, végre kitakarítottam mindent hátul. Most már csak meg kell várnunk, hogy meghozzák a berendezést. Én is mindjárt végzek idekint. Igen? Igen. Jól van, akkor addig én gyorsan megnézem Digitót, és megetetem. Jó, addigra biztosan készen leszek, mire visszajössz. Jó, nem maradok sokáig. Sietek vissza. Szia! Csajtó és Olvidó kisfia úgy alszik, mint a tej. Mi a baj, kislányom? Miért vagy ilyen ideges? Nyugodj meg az Istenért! De mégis hogyan, anya? Hogyan? Túl sokáig tart, most már sürgősen tudnom kell, hogy mi lett a vizsgálat eredménye. Tudni akarom. Anya. Én annyira félek, anya. Rettegek, hogy ugyanaz lesz, mint nálam, hogy nem alkalmas donornak, és nem tudja megmenteni a kislányom életét. Jaj, ne aggódj, kislányom, nagyon kérlek. Isten megsegít minket. Joli alkalmas lesz donornak, és odaadja a veséjét Csáitónak, meglátod. Minden nap teljes szívemből imádkozom az Úrhoz, de mi lesz? Ha nem segít, mit fogunk csinálni? Jaj, mi történt? Megvan a vizsgálat eredménye? Meg. Na és mit mondanak? Mi lesz már? Mondjátok! Lehet csújja a donor, aki segít Csáiton? Ha?
Elnézést! Na mi van? Nem látod, hogy terhes vagyok? Olvidó. És mit keres egy magadfajta koszoslábú parasztlány egy ilyen exkluzív plázában? Hogy engedtek be ide? Nagyon egyszerű. Holnap fogom megnyitni pontosan ebben az exkluzív plázában az első virágboltomat. Mi? Azt akarod mondani, hogy saját üzleted lesz? Igen. Mit hittél, hogy egész életemben cseléd maradok? Hát, sajnálom, hogy csalódnod kell. De tudod, nem hagytam abba az iskolát. Igen, ja. Tudom, hogy iskolába jársz és próbálsz kikupálódni, de hiába a sok tanulás, te világéletedben ostoba és naív maradsz. Igen? Úgy tűnik, nagyon tisztában vagy ennek a buta és naív lánynak az összes lépésében. Jaj, nehogy elszállj már magadtól. Én csak szeretem tudni, hogy mit csinálnak az ellenségeim. Jól értesült vagyok. Roxanától hallottam, hogy úgy léptél le a Balmeszéd a házból, ahogy a sunyi cselédek szoktak, vagy nem? Nem, egyáltalán nem úgy jöttem el, mint egy sunyi cseléd. Mindent megköszöntem Don Armandónak. És egyébként, tudom, hogy te meg az anyád volt az, aki kiégette a rugdalózót, amit Diego küldött. Mi? Fogalmam sincs, hogy miről hablatyolsz. Dehogy nem, pontosan tudom. Hát akkor sem tudod bizonyítani. Nem is kell bizonyítani. Elég, hogy elmondhatom, hogy nem sikerült elérnetek, amit akartatok. Milyen pökhendi vagy. Cselédből virágboltos lettél, de nehogy azt hitt, hogy valami trendi üzleted lesz, ugyan? Megszerzem, amit akarok. És meg is teszek mindent, hogy sokkal többre vigyem. Ez csak a kezdete az üzletasszonyi karrieremnek. Amit kitűzök magam elé, elérem. Akkor kihívlak, hogy próbáld meg elvenni tőlem a férjem. Lássuk, hogy legyőzöl-e ebben a csatában. Mondjátok már, hogy mi az eredmény, mi történt? Az, hogy nem vagyok alkalmas donornak. Nem adhatom Csajgónak a vesémet. Pedig benned volt minden reményem, de cserben hagytál! Nem, kérlek, kislányom! Jaj, már! Hagyd abba, légy szíves, ne veszítsük már el az eszünket! Nem zokoghatunk és kiabálhatunk így! Nem hagyhatjuk annyiban, kitalálunk valamit! Mert az én unokám megérdemli! De most nem szabad megtudnia, hogy Csuyi nem alkalmas donornak. Na és mi lenne, ha Tácsó? Próbáljuk meg! Anya! Lehet, hogy ő jó lesz. Hát ha Tácsó alkalmas! Anya! Mindent hallottam. Tudom, hogy már nincs semmi remény. Kislányom, gyere ide apádhoz. Gyere ide. Jaj, kicsi lányom. Apa. Nem baj, tovább folytatjuk a hemodialízist. Látod, segített, látod, egész jól vagyok. De ez nem ugyanaz, kislányom. Napról napra kevesebb erőd és energiád lesz, és egyszer nem, anya, soha nem fog elfogyni az erőm. Megígérem. Csajó, nem szabad elveszíteni a reményt. Édes kicsikém. Szerelmem, sohasem fogom elveszíteni a reményt. Meglátod. Bár szeretem Diegót, soha nem leszek vele, legalábbis így. Mert nekem elveim vannak. Nem érdekelnek a nős férfiak. Elveid? Csak nem mered elfogadni a kihívást, mert tudod, hogy elveszítenéd. Ne legyél biztos benne. És ne beszélj velem ilyen magas lóról. Pontosan tudom, hogy Diego engem szeret. És ha akarnám, egy pillanat alatt visszajönne hozzám. De ismétlem, nekem elveim vannak. Nem hagyom, hogy a gyereket apa nélkül nőjön fel. Ne hidd, hogy olyan erős vagy, kisanyám. Diego bármikor a mi fiunkat választja a te zabikölyköd helyett. Nagyon vigyázz a szádra, ha a fiamról beszélsz.
Én eltűrtem, hogy sértegetsz és bántasz, de nem hagyom, hogy a fiammal ezt tett, megértetted? Mint bármelyik anya, érte? Mindenre képes vagyok, úgyhogy ne provokálj, mert megbántod. Még mindig ugyanolyan közönséges vagy, elárulod magad a legkisebb provokációra. A parasztlány azt hiszi, hogy büszke üzletasszony lett, pedig ugyanaz maradt, aki volt. Az egyetlen közönséges nő, akit elárulja magát, az te vagy. Újságot vegyenek! Testi erőszak az ország szépséges hírességei ellen. Tessék csak, újságot! Hansito, hogy vagy? Szitláli, remekül, és te? Ó, soha jobban, szabad napom van, és fizetésemelést csikartam ki a főnök asszonytól. Már nagyon kiárt, és a plusz pénzből vásárolgattam. Most vettem ezt a napsemcsit, nézd csak! Igen, tényleg menő, nagyon klassz, szuper, és fantasztikusan áll neked. Figyelj, de honnan tudod, hogy jól áll, ha felém sem fordulsz? Mert elhiszem neked, rajtad minden szuperül áll, istennő vagy. Hansito, ne legyél már tóskó. Hogy mondhatod, hogy jól néz ki, ha rám sem nem nézel? Nem fordulhatok meg, hogy rám nézel. Hansito, fordulj meg, hozzád be... Gyönyörű. Mi újság? Jaj, drága Diego, de örülök, hogy eljöttél hozzá. Gyönyörűek vagytok, mint mindig. Gyönyörűek. Köszönjük. Te mindig is úriember voltál, szívem. Meghívtam Diego-t ebédre. Persze. Érezd otthon magad. Köszönöm szépen. A feleségedet miért nem hoztad el? Neked is gondjaid vannak vele? Csak mert úgy látom, most már lassan ez lesz a szokás. Mit műveltek veled, mint akin átment egy traktor? De ki bánt így el veled? De hát úgy 8-an vagy 10-en lehettek szívani, de tudod, hogy jól boxolok. És beugrottam megvédeni a barátomat, mert tácsót rúgdosták. Kikerültem egyet, kettőt, és a harmadikat is, de aztán egy hátulról elkapott. És ha hátulról kapnak el, nem tudsz védekezni. Jaj, ne, még jó, hogy más nem csináltak, mert tudod, ha komoly bajod esett volna, belehalnék a bánatba. Tényleg, Ducika. Ha történne velem valami, bánatos lenne. Hát tudod. Csak hogy lásd, mennyire örülök, hogy jól vagy, hát nem szólok semmit arra, hogy Ducinak neveztél. És inkább meghívlak ebédre a pénzen, ami a vásárlásból megmaradt. Van kedved, igen? Látod, a te jó szíved már is meggyógyította az én megtépázott lelkemet. Nem csak szép vagy, Szitlali, hanem kedves is. De jól vagy? Mert alaposan összevertek. Na, menjünk ebédelni. És a karod is fáj? Nem, az nem. Akkor hozd a szatyrokat és menjünk. Menjünk. Gyere! Menjünk. Gyere! Újságot tessék! Roxy, nem akarok erről beszélni. Nem kérnek inni valamit? Nem akarom itt látni, mire visszaérek. De ha mégis itt lesz, jaj, neked csak ennyit mondok, megértetted? Ez ki volt? Ki volt ez? Ne törődjön vele. Csak Eufrászia néném, igazi sárkány, de legbelül azért jó ember. Nyugodjon meg. Senki se fogja kidobni innen. Eufrászia? Diego, te ismered a cselédünket? Eufrászia, hoznál nekünk inni valamit? Már is. És elnézést. De ez akkor a nő... menjünk. Ezt a nőt én... Megyünk? Igen, menjünk, fiam, menjünk. Gyere, Diego. Gyere velünk, Diego. Elnézést, csak, hölgyeim. Mi is mindjárt megyünk. Elnézést. Csak tudod, én... Olyan arcot vágsz, mintha kísértetet láttál volna. Azt hiszem, jól alakul. Eszetekbe ne jusson megemlíteni Olvidót Diego előtt. Azt meg pláne ne, hogy itt dolgozott nálunk. Figyelj, szívecském, nyugodj meg, az anyád vagyok, ezt ne felejtsd el. Momentán nem akarjuk Diegót annak a pénzhajház fruskának a karjába lökni. Érthető voltam? Utána még beszélünk. Amikor csak akarod, édesem. Milyen gyorsan tanulsz. Na, hát ezt nem hiszem el. A plázában futottál össze azzal a senkiházi cafkával. Én meg azt nem hiszem el, ahogy beszélni mert velem, mintha egy szinten lennénk. És ez még nem minden.
Már azt is tudja, hogy mi égettük el a Zabi gyerek rugdalózóját. Milyen rugdalózóról beszélsz? Majd később elmondjuk. Később, nem érdekes. Majd később elmeséljük. Mindegy, úgyse tud bizonyítani semmit. Lányom, legalább okoztunk neki egy szörnyű pillanatot, amire élete végéig emlékezni fog. Gyűlölöm, ó, gyűlölöm! Annak az úri hölgynek öltözött senkinek saját üzlete lesz virágboltot nyit az egyik luxusplázában. Hát, tesókám, ha már égetésről beszéltetek, és ennyire zavar, miért nem szólsz nekem? Szólj és megoldjuk a dolgot. Csak felhívom szépen Gabót, holnap oda megyünk a boltba, felgyújtjuk az egészet, és kész. Hát, ha ez elveszi nem, a kedvét tőle, anya. Eszedbe se jusson. Nincs több vandálkodás, se gyújtogatás. Elkapnak, és a végén lecsuknak. Nem akarom. De annak a hülye virágboltnak a felgyújtása nem rossz. Á, Istenem, ne! Még nem gyújtjuk fel. Engem gyanúsítanának. Adjunk neki egy kis időt. Az a nyavajás senki házi. Csajó, továbbra is ilyen erősnek kell maradnod. És ha Tácsó se alkalmas donornak, nem baj, akkor találunk valaki mást. Nem számít szerelmem. Ha te mellettem vagy, én boldog vagyok. És mindig reménykedni fogok. Jól van. Szia, Csajító. Most tudtuk meg, hogy Csúi nem alkalmas vese donornak. De ne legyél szomorú. Meglátod, találni fognak neked vesét. És akárhogy is lesz, mi melletted vagyunk. Köszönöm szépen, Olvido. Találnak? Én már találtam, itt van egy helyben. Nekem kettő van, neked adom az egyiket. És fel a fejjel, lássunk egy kis mosolyt, Hugicám. Jó lesz? Neked adom az egyik vesémet. Na? Holnap el is megyek a dokihoz. Meglátod, hogy az enyém jó lesz. Köszönjük, fiam. Min gondolkozol? Semmin, csak pár New York-i üzleti ügyet néztem át. Na hát, még ennyi év után is azt hiszed, hogy át tudsz engem verni, édesem. Biztos, hogy arra a fattyú lányodra gondoltál. Már megmondtam, hogy ne nevezd. Nem értek el! Az az ártatlan képű senki házi minden férfinál behízelgi magát, még az enyémeknél is! Az én férjemnél és a fiamnál is! A lányom egy igazán kivételes nő. És a kedves természetével nyer meg mindenkit, nem veszed észre? Ez nevetséges. Téged nem azzal vett le a lábadról. Ami téged vezérel, az a bűntudat, mert lelki furdalásod van. Ezért engedsz minden hülye kis szeszélyének. Még egy virágboltot is veszel neki. És mi a gond ezzel? Azt veszek a gyerekemnek, amit csak akarok, vagy amit kér tőlem. És ebben se te, se más nem fog megakadályozni. Igen, Navarro nyomozó, tökéletes. Jó, akkor majd beszélünk. Viszont hallásra. Figyelj, megjöttek a sportközpontosok, gyere. David, szeretnék beszélni veled a tárgyalás előtt. Mi történt? Bár nem támogatod az ötletet, beszéltem Navarro nyomozóval, és meg is állapodtam vele. Jaj, ne nézd már így. Nem. Ő az, aki a jelentést is írta arról, hogy mi történt velem. Ki lenne nála alkalmasabb, hogy megtalálja Olvidót és a fiamat? Most menjünk tárgyalni, később megbeszéljük. Már torkig vagyok, és nagyon unom, hogy arra a senki házira szórod a pénzünket. Az az én pénzem. És az én lányom. Akkor gyűlölöm a lányodat, az átkozott lányodat teljes szívemből. Csak azért került ide, hogy tönkretegye a házam, a családom, a férjem és a fiam békéjét. Milyen régóta házasok vagyunk. De csak most kezdek rájönni, hogy miféle ember is vagy te. Hát, szóval most már az én hibám? Most már én vagyok a rossz? Most meg mi bajod? Halljam, mi fáj? Mi? Rosszul érzed magad? És én vagyok az oka?
Hogy ne érezném rosszul magam. Veled élek együtt. Mi az most, meg faképp ne hagysz? Nem elég, hogy rossz ember vagyok, meg hogy rosszul vagy tőlem. Ráadásul még itt is hagysz. Elnézést, Rákféla. Te vagy az, aki elmegy, ugye? Angustias. Jó reggelt, hogy van az én kedvenc aglegényem? Minek köszönhetem a látogatásodat? Nem is tudom. Mikor felébredtem, oldhatatlan vágyat éreztem, hogy lássalak. Köszönöm, de most... De most? Most dolgozom, és mindjárt kezdődik egy tárgyalás. Biztosan nagyon fontos. Az igazat megvalva, csak be akartam fejezni, amit a múltkor félbehagytunk. Na de most... De mi van? Figyelj, most nem jó. Mondd, mi van, ha? Árulj el nekem valamit. Miért vagy ilyen gonosz velem? Igen, miért akarod, hogy könyörögjek? Tetszem neked, te is tetszel nekem. Mi az? Mi az? Mondd, hogy tetszem, gyerünk, mondd, hogy kívánsz. Rossz állapotban van a szíve Armando. Csak a szívátültetés menteti meg az életét. De úgy tudom, hogy az több év, mire sorra kerülök. Nézze, doktor úr, és ha nem lenne szívátültetés, akkor mennyi időm lenne még? Talán másfél év, vagy még annyi sem. Ja, Isten. Még ne vedd el az életemet. Adj időt, hogy elnyeressem Olvidó bocsánatát. Adj időt, nagyon kérlek. Nagy nap a mai, mert megnyitjuk a virágboltomat, életem. Ha Isten és a szűzanya is megsegít, jobb életünk lesz. Előre fogunk lépni. Tanulni fogunk. És kifinomult emberek leszünk, mint a nagymamád, Esperanza. És akire fel lehet nézni, mint Don Armando. Vége a megaláztatásoknak. Senki se fog többé lenézni minket. A mai naptól kezdve egy új Olvidó Perez születik. Bocsánat, nem tudtuk, hogy ennyire elfoglaltak. Nem is tudom, hirtelen olyan rosszul lettem. Úgy éreztem, hogy elájulok, hirtelen elsötétült minden, és nagyon rosszul lettem. Persze, értjük. Bácsikám, ha akarod, elhalasztjuk. Nem. Szerintem csak hívni kéne egy orvos, tiszta piros a szár. Igen, az jó orvosra van szükségem. Jaj, nagyon rosszul vagyok. Tényleg? Igen, igen. Ne hívjuk. Uraim, tessék csak, fáradjanak be. Köszönjük szépen. Tessék, köszönjük és elnézést. Fáradjanak. Köszönjük. Van ez a szájam. Jaj, édes Istenem, Istenem, ne vigyél el, ne vigyél el, ne vigyél el. Hagyj még egy kis időt, hogy az unokámmal lehessek. Mi a baj, Armando? Semmi, semmi, jól vagyok. Ülj csak le, légy szíves, segítek, segítek. Jó, köszönöm. De hiszen te reszkedsz. Óvatosan. Mi van veled? Mondtam, hogy semmi. De...
Igen, valami bajod van, menjünk el orvoshoz, elviszlek én. Nem, csak leesett a vérnyomásom. Ez minden, semmi gond, semmi. De jobb lesz, ha most lepihenek egy kicsit a szobámban. Jaj, persze, segíts, persze, felállni. Segítek. Óvatosan. Óvatosan, szépen. Mélyeket lélegezz. Igen, köszönöm, köszönöm. Ha történik vele valami, meghalok. Nem értem, miért szeretem ennyire. Nem értem. Gyűlölnöm kéne, mert az átkozott Remedioszt választotta. De nem tudom. Teljes szívemből szeretem. Figyelj, meglátod, milyen klassz frizurát csinálok neked, hogy szuper dögös legyél. Márta. Na mi az? Hát, most, hogy vásárlókkal kell beszélnünk a virágboltban, szerintem, nem is tudom, választékosabb kifejezéseket kellene használnunk. Mondjuk például, ahelyett, hogy azért, hogy szuper dögös legyél, aha, mondhatnád azt, hogy azért, hogy nagyon csinos legyél, szép legyél, vagy hogy káprázatos legyél. Hú, de te már tudod is, hogyan kell helyesen beszélni. Igazából annyira még nem, de taníthatjuk egymást menet közben. Olyan akarok lenni, mint te. Szeretnék szépen beszélni. És én segítek, ahogy Doña Esperanza is nekem. Meglátod már te, mától fogva az életünk sokkal jobbra fordul. Igen, tudom. Ez a megnyitó is nagyon baró lesz. Elnézést, egészen... fantasztikus lesz. Na, jól mondtam? Nagyon jól. Ez az? Mondd, ezt mégis hogy gondoltad? Értsd meg, légy szíves. Ez itt az én munkahelyem. Ezt tarts tiszteletben. Jaj, ne húzd fel magad, Ulisses. Figyelj, nem történt semmi. Tudod, hogy sohasem süllyedek le a szintemről, a státuszomból, a felső 10 000-ből. Csak szénleltem a rosszul létet, és végül minden remekül alakult. Igen. Apropó, hol is tartottunk? Angustias. Mi az? Elég légy szíves, nyugodj. Én teljesen nyugodt vagyok. Nyugodt. De figyelj csak, teljesen igazad van. Elég ebből. Szerintem az lesz a legjobb, ha most elmegyek. Igen, az lesz a legjobb, ha elmész. De miért nem vallod be, hogy nagyon tetszem neked? Hogy vonzódsz hozzám? Hm? Emlékszem, milyen jól éreztük magunkat együtt. Csak telefonálnod kell. Angustias. Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy bedőlök neked. El sem tudod képzelni, hogy meglepődsz, amikor lebuktatlak. Amint látják, az a célunk, hogy a sportközpont beleolvadjon a környezetébe. Nem áll szándékunkban egy fát sem kivágni a területen. Igen, egyetértek Daviddal, valóban nagyon fontos, hogy maximális mértékben... Kérlek, édes Istenem, segíts, hogy a nyomozó hamar megtalálja Olvidót. Tudnom kell, hol van ő és a kisfiam. Látni és segíteni szeretném őket. Olvidó szerelmem, annyira szeretlek. És örökké szeretni foglak. Köszönjük, köszönjük mindent. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Viszontlátásra. Köszönjük, és minden jót. Diego! A tárgyalás. Lemaradtál róla, tesó? Jaj, Diego. Meghoztam a mangólevet és a gyümölcsöt, szenyorita. Köszönöm szépen. Figyelj, most hol lakik az a nyavajás Olvidó meg a fia? Biztos abban a panzióban, ahol az unoka testvérei. Halló? Roxy,
Van egy fantasztikus hírem. Az a nyomorult Olvidó ma nyitja meg a virágboltját. Oda kell mennünk. És mi majd szépen elrontjuk a nagy eseményt. Számítatok rád? Hát persze. Természetesen számíthatsz rám. Fél óra múlva nálad. Egy ilyen nagyon szórakoztató délután elé nézünk. Oké. Irán értem jön. Az a senkiházi Olvidó ma nyitja meg az ócska virágboltját. És mi meglátogatjuk. Mennyit küzdöttem, hogy Olvidó ne tanulhasson. Most már kiderül, hogy mégis viszi valamire az életben. A fenébe azzal az örökös jó szerencséjével. Jaj, kislányom, hát ez egyszerűen... Nem is tudom, mit mondjak. Egy csoda ez a virág volt. Aztán virágozzék is szépen. Milyen frappásan hangzik, nem? Csak ide. Ugye megfogom, hogy te köszönhesd a vendégeidet. Gyere ide. De nehogy elejtse, jó? Gratulálok, lányom. Tényleg, Olvidó, minden elismerést megérdemelsz, ami a harcos és bátor nő vagy. Ahogy itt Acapulcóban mondjuk, egy igazi tüzes amazon. Köszönöm szépen, Don Lucho, de... Nem sikerült volna Don Armando segítsége nélkül. Hát dehogy. Úgy lépett az életembe, mint egy őrangyal. Hát dehogy, én csupán asszisztáltam neked. Ő az, aki megvalósította az egészet. Olvidó nagyon szorgalmas és kitartó lány, de ezt már úgyis tudjátok. És ez még csak a kezdet. Biztos, hogy még sokkal többre fogod vinni. Köszönöm szépen, Don Armando. Hát, nekem akkor lett volna maradéktalanul boldog a nap, ha Csájó is el tudott volna jönni. A mi drága kislányunknak dialízisre kell járnia, és a betegség miatt borzasztó rosszul van. Sokszor még a lába is begörcsöl és szédül. Donya Rufina, most már ne aggódjon. Kitaláltam, mit csináljak, hogy Saito is eljárhasson anélkül, hogy gyalogolnia kelljen. Veszek neki egy tolószéket. Oh. Oh. Tényleg nagyon szégyellem magam. De remélem, hogy ez az incidens nem befolyásolta a tárgyalást. Uh-huh. Hát igen. Nem is tudtam, hogy ennyire oda vagy Angustászia. Ugyan? Dehogy vagyok oda érte. Ő provokálta az egészet, amit láttatok. Keresett és... megtalált. El tudom képzelni. De őt ismerve egyértelmű, hogy nem én kellek neki, hanem a pénzem. Hát ennek örülök. Örülök, hogy tisztában vagy ezzel. Mert Angustias még a lányánál is rosszabb. Hát igen, az a nő és a lánya nagyon egyformák. És az építkezés jól halad, ugye? Ma van a megnyitója a Megnyitója minek? Hol?